Tisztelt jelenlévők! Karcag városában június 9-én megválasztott polgármester Szepesi Tibor, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. További 5 évig vezetheti polgármesterként a Nagykunság fővárosát Szepesi Tibor. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje az érvényes szavazatok több mint 67%-át szerezte meg a június 9-i polgármester választáson. 4892 karcagi választópolgár vélte úgy, hogy ő a legalkalmasabb a város vezetésére. A városban a választás törvényesen, eredményesen zajlott le. Ezúton is köszönöm Rózsa Sándor edző úrnak, mint a helyi választási iroda vezetőjének és a helyi választási iroda valamennyi munkatársának a választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett munkáját. A polgármester után a megválasztott önkormányzati képviselők vették át megbízó levelüket. Június 9-én mind a 8 karcagi egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert. Így az egyes számú választókerületben Molnár Pál, a kettesben Kanász Nagy László, a hármasban Nagyné László Erzsébet, a négyesben Gyurcsák János, az ötösben Pintér Zoltán Árpád, a hatosban Karcagi Nagy Zoltán, a hetesben Kunné Nánási Mónika, a nyolcasban pedig Birizló Csaba. A Jobbik három képviselő helyet szerzett az úgynevezett kompenzációs listán. Lengyel János, Sille Ilona és Andrássy András lett a képviselőtestület tagja.